Fehér Oroszországban vasárnap tartanak elnökválasztást. Az ellenzék nincs könnyű helyzetben. Alekszandr Lukasenka államfő két legfőbb riválisát bebörtönözték, a harmadik pedig Oroszországba menekült. Az egyetlen ellenzéki jelölt, akinek engedélyezték az indulást, Svjatlana Tihanovskaja. Az ő férje a bebörtönzött politikusok egyike, a hatalom korrupciójával gyakran foglalkozó blogger Szijjárhely Tihanovszki. A 37 éves angol tanárnőnek nincsenek politikai tapasztalatai. Azután szállt ringbe, hogy férjét több jelölttel együtt megakadályozták abban, hogy induljon a választáson. A férfit májusban tartóztatták le azzal a váddal, hogy megtámadott egy rendőrt. Elemzők Tihanovskaját tartják a 65 éves Lukasenka eddigi legerősebb riválisának. Az államfő abban bízik, hogy megnyeri a vasárnapi választást, és megkezdheti 6. elnöki ciklusát. Most viszont nehezebb a dolga, mert a járvány miatt romlott a gazdasági helyzet, nő a társadalmi elégedetlenség, az emberi jogok ismétlődő megsértése, és a koronavírus járvánnyal kapcsolatos válságkezelés hiányosságai miatt.